Jó így a zuhanásban. És akkor látom, hogy ettől egy kicsit dilemmába esett.
Egyszer csak így felhagyom az arca, és azt mondja nekem, hogy ráfárta. Azt mondom, én? Azt mondja, igen. Azt mondja, én nem szoktam repülővel, hanem én busszal szoktam utazni. Úgy megdöbbentem ezen a válaszon, hiszen annyira elszomorodtam, hiszen nem érti, hogy milyen nagy dologról van itt szó. Az üdvösségünkről van szó. És ez az üdvösség Jézus Krisztusban lehetséges, és ez ingyen van. Nem a cselekedetünk, ezt adta nekünk az Atya. Szeretetből, kegyelemből, irgalomból. És aki ezt a ajándékot el visszautasítja, átolja, hogy neki nem kell, az le fog zuhanni, és össze fogja magát zúzni. Nagyon nagy kegyelem. Ezek az énekek is erről a kegyelemről szólnak. Hallgassátok szeretettel. Szívem Jézus, már a tiéd, csak benned bízom én. Az Urat hallom, drága igény, nem ragyog a fény. Engem milyen ejti bűnöm, mint te vetted el. Új lélekkel énekelem, szív az életem. Lelkem Jézus, már a azért már jól tudom, csak véled jár és felvezetett, végig az úton. Mindig tartod két kezemet, nincs már félelem. Boldog szívvel mondhatom el, szép az életem. Az értem Jézus már a tiéd, csak benned bízom. Olyanok, mint a
hallgassunk meg még egy éneket, hogy ezt a kántól. Huszadikához aktuális éneket szeretnék énekelni. Ezt az éneket még 1947-ben tanultam egy ifjúsági konferencián Alcsúton. Nagyon megragadta a szívemet, és szeretném elénekelni. Berégen vérezel, szegény magyar, fegyvernek éle bűnöd átkamar, remegve kérdemtán már el se jön, hogy a szos múlt után a jobb jövő. De Jézusom szelít fedőnk vele, kicsiny hitű miért kételkedel, én úr vagyok vész és vihar felett, hozzám kiálts magyar, megmentelek. Hozzá kiálts magyar, megmentelek. A réginél meglátsz, jobb lesz az új, csak bűnös önző tépett életed, megváltó Jézusod kezébe tett. Amit végtesz cél, megbocsátja azt, a sok tövűsből mind rózsát fakaszt, terhet saját vállára átveszi, áldást adó kezét meg rád teszi. Termő talaj lesz, ősi telked is. Termő talaj lesz, ősi lelked is. Amíg abban növekszik búzolod, az ége teremetben százszoros. A most te rád gonosz fogát fedő, vagy ellenség hozzád tanulni ő, te mert nyertél azt is bocsánatod, lelkednek kincseit továbbadod. Mint sziklogát éltél egy ezredet, vadár paskoltongált és rengeteg. Ha Jézus újra épít a koron, leszeldik ő világító toron. Berégen vérezel, szegény magyar, fegyvernek élet bűnöd átkamar, de sokja jognak véget vetni ő, jó Jézusod vele a jobb jövő. Csodálatos napot, amikor életnek a kenyerét ünnepeljük, amit táplálékunk. Egy igét szeretnék felolvasni János evangéliumából. János evangéliumának 6. részének 35. versétől a 40. versét. Így szól Isten idejelni hozzá. Jézus pedig mondanék itt, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik. És aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. De mondom néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem áll az Atya, én hozzám jövök. És azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hiszül benne, örök élete legyen,
és én feltámasztom azt az utolsó napon. Tiszteletes úr megkért, hogy amíg ő nem érkezik meg, hallom a hangját. Addig néhány gondolatot mondja. Jézus Krisztus, aki ott a pusztában 5000 férfit megvendégel, és amikor ezt a vendégséget mondhatjuk azt, hogy egy hosszú, egésznapos tanítás után, nem tudom, hogy mit kibírnám, egész nap ott hallgatják Jézus Krisztus, ott a pusztában, és amikor elengedi őket, akkor a tanítványok úgy látják, hogy ezek ilyesek. És nem akarja, hogy kibukjanak az úton, ezért megvendégel. Ott a pusztában azt az 5000 férfi van leírva az írásokban, de tudjuk, hogy családosok voltak el. Nagyon sok emberről van szó. Tehát ezután a tanítás után Jézus Krisztus királya akarják koronázni. Királya akarják tenni ott a helyet. Látják benne azt, akit még soha nem láttak ilyen csodát. Úrvacsoráztak, ugyanis együtt úrvacsoráztak az Úrral. És felemelte a kenyeret, hálát adott és megszabadult. Ilyen csoda még soha nem volt ebben a világon, csak akkor. A láthatatlanból a láthatatlannak a kenyér megszabadult. És amikor a király akarják koronázni, akkor ő közöttük kimegy, ott hagyja őket. A tanítványokat a tengerre teszik, a háború tengerre. A tanítványok fel vannak háborodva, nem is kicsit, itt az volt az írásból, hát kemény a szívük. Hisz a főnököt, a mestert nem fogadta el azt, amire ők is vártak. És éppen azt vártak benne, azt várták benne, hogy ő a messiás átveszi a királyságot, átveszi a hatalmat, és ez egy csodálatos alkalom lett volna. És Jézus Krisztus nem vállalja ott a földi királyságot. Hisz ő nem azért jött, hogy felolvastam. Nem azért jött. Hogy átvegye itt Izraelben, illetve ott, akkor Izraelben a királyságot, Izrael megszabadítsa, és úgy maga mellé vegye, és pásztorolgassa. Hanem ő azért jött, hogy az egész világra kiterjessze a szabadítását, a megváltását. Mi azért lehetünk itt együtt szeretetben, mert a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a megváltásában élhetünk. Ha ott akkor ez a Jézus Krisztus vállalja a királyságot, átveszi a hatalmat, akkor mi most nem ülnék itt. Nem lehet még itt ezen a helyen. És ahogy mondtam, hogy ott a tengeren kemény szívű tanítványok, akik egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy mit tudták halászemnek. Kapernaumban ilyenkor nem érdemes átmenni éjszaka ráadásul, és olyan viharok csapnak le erre a tengerre, hogy bármikor oda veszhetnek. És Jézus parancsára útnak indulnak. És bekeményedik nagyon a szívük. Mert Jézus nem megy felük. Nem megy felük. Ott hagyja őket. És amikor itt van az a történet, hogy Péter a vizen jár. Itt ez a közbevetés tulajdonképpen. De a hitük azok nagyon-nagyon gyengék. Péternek a hitéből is lehet látni a vizen járásba, hogy kezd süllyedni. Tehát nincs, nem komoly hívő emberek. Gondoljuk végig, hogy a mi életünkben a hit mennyire komoly. Mennyire süllyedünk.
voltak a mi hajónk ezen a viharos tengeren. Átélünk a Kapernaumban. Mert a túlsó parton, egy másik evangéliumban az van, hogy a túlsó parton várja őket Jézus. És nagyon gyorsan híre ment, hogy hogy került ide ez a mester. Mennek utána azonnal a tömeg. Valójában nem hagyják annyiba, hogy ez a király csak úgy kimegy a kezük közül. És nagyon jól tudjuk, amikor a nép magának választott királyt, a református bibliaolvasó kalóz szerint nem olyan régen olvastuk Saulnak a történetét. És nem ennek a Paulnak, aki valamikor Saul volt, hanem az első Izrael királyának a történetét. A nép maga választott királyt, Saul. Hogy választotta? Úgy választotta, hogy neki tetsz. Abban az időben ő mindenkitől egy fejjel magasabb volt. Daliás felvető, szép arcú, hát ez jó lesz királynak. Itt Jézust hogy szerették volna megválasztani? Hát ez ért mindenhez. Sokkal több mindenhez ért. De Jézus nem vállalja ezt a küldetést, hisz nem azért ért. Jézus pedig mondta régi, ez már a túlsó parton van. Ott, Kapernaumban. Én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. Igaz ez rá? Tehát itt el kell gondolkozni, hogy mekkora mi idő. Semmiképpen nem éhezik. Voltunk-e már mi ilyesek? Ugye voltunk. És szomjasak. De aki Jézus Krisztusban hisz, az nem éhes és nem szomjas. Ő mondja. De mondom néktek, hogy soha nem láttatok engem. Mégsem hisztek. Tehát most látok engem és mégsem hisztek. Óriási csodákat és jeleket tett Jézus, amikor itt járt a Földön, és mégsem hittek benne. A benne való hit az nem az, hogy nekem hiszek-e. Amit én mondok valahol valakinek, hogy ezt elhiszitek-e nekem. Nem egyszerűen. A benne való hit a vele való gondolkodást jelenti. Az együtt gondolkodást. Az együtt való élés. Ez nem jelenti. Amit ő meg akar csinálni, én abba vele fogok nézni, és vele együtt csinálom. Mert, ahogy fel lett olvasva, hogy Pál is elmondta, hogy egy kenyér vagyunk. Egy kenyér. És ez az egy kenyér, én vagyok az élet kenyér. Valóban együtt tudunk vele gondolkozni. Itt a pusztában a tömeg nem tudott vele együtt gondolkozni. Nektek csak a kenyér kell, mondja Jézus. Csak a matéria, a látható. Láttok engem, de mégsem hiszek. Tehát a látás és a hit az két különböző dolog. Tehát amit látunk, ahhoz nem kell hit. A hit definíciója nem látható dolgokban való bizonyosság. Az előre nem látható dolgokban. Amit Isten elkészített neked. Kenyer. Láttad ezt a kenyeret, mielőtt ide jöttél? Azért jöttél el ide, hogy az élet kenyeréből legyél. A mindennapi kenyer. Minden napjainknak a kenyere, amit Isten elkészített, elkészít neked, és reggel, amikor felkelsz, elkéred tőle, és amikor elkezdődik a napod, és ez a kenyér, ez időnként jó megjó, vagy éppen penészes, vagy éppen
másnapos, nem friss. Ízni kell az a kenyér. Vagy borgóló szabad, nem ez a kenyér kellett volna nekem. Én nem erre számítottam. Én egy nagyon finom kenyérre, én azt kértem tőle. És utána nem azt kapott. Pedig rámondod a végén, amikor elkéred, legyen meg a te akarat. Ebben lehet morgolódni, de akkor is az lesz, ami az Isten akar. Ha tetszik, ha nem. És itt elmondja nekünk azt, hogy minden, amit nékem áll, az Atya én hozzám jön. És az, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát az Atya minket neki adott, amit jöttünk ide. Hogy együnk ebből a kenyérből. Azért jöttünk ide, hogy hálát adjunk a Teremtőnek. Aki megígérte még Noénak annak idejét, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás. Amikor megmutatta neki a szivárvány. És nekünk fontos táplálék a kenyér. De ez megint a látható kenyér. A mennyei kenyér, aki alá száll, akiről Jézus Krisztus önmagáról beszélt, hogy én a mennyből szálltam alá. És aki ebből a kenyérből eszik, soha örökké meg nem érzik. Mi neked a lelki kenyér? Ma már nagyon sok választék van. Régebben nem voltak, mondhatom így, hogy dicsőség az Úrnak, hogy régen nem voltak ezek a médiák. Médiai eszközök. Hát az ember felkelt, felhozta rá Isten az ő napján, és dicsőítette. Elment dolgozni, és mindenért hálát tudott adni. Az egy darab hagymáért, szalonnáért, azért a kevésért, idéző ebbe a kevés. Mert az pont annyi volt, amennyire szüksége volt annak az embernek. Mert a mai ember már azt kevésnek találja. Ma, amikor mindenből bőségesen van nekünk. És tönkre mennek dolgok. Kidobjuk a szemébe. De nem is ez a lényeg, hanem minek ez a lelki kenyér. Mert a lelki kenyér az Isten szava, amely az ő szájából származik. Ez az örök életnek a titka. A megváltásoknak a titka. Mennyi lelki kenyeret eszel egy nap? Mennyi? Értik? 10 dekát? Abból is milyen farták, mert ma már tényleg rengetegféle kenyér van. Mi az, ami használ neked? Mi az, ami nem? Mi, amitől húzott, mi az, nem húzott, ami is mindenféle kenyér van. De megint nem ez a lényeg. A lelki kenyérben kell, hogy legyen lelki vezetése. És a mindennapi kenyér az, hogy a lelki vezetésben kapod meg az élet kenyerében. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy azt, aki ilyen lelki kenyérrel él, az feltámaszt a hatóságokból. Ő ugrik egy óriási, nagyon nagyot ugrik. 2000 év telt el azóta, és még mindig nincs itt az utolsó nap. Pedig már az apostolok azt gondolták az ő idejükben, hogy hát már akkor eljön ez a nap. Az ő idejükben. Letelt 2000 év, Isten lelkileg táplálja az övéit, és feltámasztja az utolsó napon. Hiszel a feltámadásban? Hiszel abban, hogy Isten feltámaszt téged az utolsó napon? És nem véletlenül vezeti le ilyen szépen és csodálatosan Jézus Krisztus a kenyérből a feltámadást. Mert ha a lelki kenyér, amivel élsz és táplálkozol, és rendszeresen eszed, akkor valóban soha nem leszel éhes, soha nem leszel szomjas, hanem az örök életben élsz. A test az test. Isten is megmondja, hogy testről van, test az. Ami
Istentől van, vagyis Istentől van, az lélek az. A lelki érti a lelki beszélgetést. Ha lelkileg akarok valakivel beszélni, és nem testileg, abból csodálatos dolgok fognak kijönni. Látjuk, hogy a testvérem egy bizonságot tett volna. Úgy van, és nem tudok lelkileg beszélgetni azzal az emberrel, csak testvérem. Ha én a testvéremmel elkezdek beszélgetni, vagy édesapámmal, akkor a léleknél jutunk ki, az élet kenyerénél, az örök életnél jutunk ki, mindig Jézusról beszélgetünk. Miért? Az autókról, nem a bőkről, nem erről. Mert nekünk az élet kenyer Krisztus, az örök élet benne van. Semmi másban nincs. Hiába kapcsoljuk be a tévét, nincs benne. Kapcsoljuk be az internetet, nincs ott. Vedd elő a Szentírást. Nem véletlenül hívják ezt a könyvet szentnek. Mondjatok még egy könyvet, amire azt mondják, hogy szent. Mit jelent a szent? Isten számára elkülönített. És ha te ebből a könyvből eszel és iszol, akkor te is elleszel különítve. Ha nem ebből eszel, nem ebből iszol, akkor nem leszel elkülönítve. Azt pedig annak az akarata, aki engem küldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen. És én feltámasztom azt az utolsó napon. Még egyszer elmondja, hisz a látható világban van. Látható világban van jelen, és ő a fiú. Ő az, akiben Isten megteremtette a világot. A Teremtés könyvében így van leírva, hogy minden Jézus Krisztuson keresztül lett teremtetve. Minden. Te is, én is. Na, ma két keresztelőn is voltunk, Egerben és Felső Tárkában is. Voltunk jelen. És ott, hogy mielőtt nem voltam, ő már akkor tudott róla. Te lelked öröktől kezdte van. És a szövetség, amit kötött a te lelkeddel, akik itt voltak ebben a pusztában, és úrvacsoráztak Jézus Krisztussal, az 5000 férfi, akik együtt vacsoráltak vele, azok félreértették az úrvacsorát. Nem is kicsit. Amikor az utolsó vacsoránál az úrral vacsoráztak, félreértették az úrvacsorát. Nem is kicsit. Félreértették, hogy miért kell nekik megmosni a lábukat. A csónakban, amikor itt voltak a tanítványok, háborúban lelkük, kemény szívűek, hát nem úgy van, ahogy te akarod. Az én lábomat nem mosod meg soha. Ha meg nem mosnak, semmi között. Akkor Péter talált. Erről aztán jó gondolkodik, vár az esze. Akkor most meg mindenem. De még akkor sem hiszem, hogy pontosan tudja, hogy mit mond. Mert a hit az Isten ajándéka. A hitet Isten a Szentlélekben küldi. A Szentlélek ajándéka a hit. Ma is az életnek kenyerével csak akkor a Szentlélek Úristen jelen van az életedben. Magyarul megváltott téged. Magyarul feltámaszt téged az utolsó napon. Akkor is feltámaszt, vajon nem akarod? Akkor is. Ugyanis mindenki feltámad. Lesz egy első feltámadás, és lesz egy utolsó, egy második. Ez Pál mondja el nagyon szépen.
nagyon szépen elmondja azokat, hogy az első feltámadásban azok fognak feltámadni és találkozni a levegő égben, akik Jézus Krisztusban hisznek. Az utolsó feltámadásban, tehát a második feltámadásban pedig azok támadnak fel, akik nem hisznek. Reménykedjünk abban, hogy mi, akik itt vagyunk, az első feltámadásban leszünk részesek. És Jézus Krisztussal együtt fogunk még angyalok fölött is ítélkezni. Ezt is Pál mondja. Hát nem tudjátok, hogy angyalok fölött fogtok ítéletet mondani? Hát ne figyeljetek. Ti lelketek fel van jegyezve az élet könyvében. Az életnek igéjét halljátok most is. Az életnek igéje szól hozzátok. Ez az életnek a kenyere, és azt a jól bevésitek a szíveteknek a hús táblája. Valamikor éppen a ládát, a szent ládát beviszik Salamon a templomba, és az van megírva róla, hogy csak a kőtábla van benne, amit Mózes írt meg. De azt is tudjuk, hogy az a kőtábla már nem az eredeti. Ugyanis amit Isten írt az ő újjában, azt Mózes összetörte. Az már nem az eredeti kőtábla van benne. És az új szövetségnek mi a lényege? Nem a törvény, nem a kőtábla, hanem hússzív. A hússzív. Hogyha a Szentlélek Úristen, aki hús szívetekbe beleírta a törvényét, akkor úgy fogtok élni, úgy fogyasztjátok ezt a kenyeret, vágyik rá a szívetek, a lelketek, hogy ez az ige, ez a szent könyv minden betűje, amely az élet szájából származik, az itt legyen a mi szívünkbe beírva. És ne féljük fogyasztani ezt a kenyeret. Én vagyok az életnek kenyere, Jézus Krisztus. És ő az út, az igazság és az élet. És azt is mondtam, hogy senki nem mehet az Atyához, csak is én által. Áldás békesség, és is mondatom dicsértessék a Jézus Krisztus. Elnézést a késésért, ez már a negyedik alkalmam, és hát picit elhúzódott recsen is az istentisztelet. Nagyon szép teltházas istentiszteleten vehettem részt úrvasztalában, úgyhogy hálás a szívem, és még a navigációt is legyőztem, mert az érkezési időpontot is sikerült túlszárnyalni. Ide jönni hozzátok, és hát ez egy egyház történelmi pillanat, Bekölce életében mindenképpen, hiszen így a három felekezet, a három történelmi felekezet, úgy mint a római katolikus, a baptista és a református, még nem volt olyan ünneplésen, olyan közösségi alkalmon, amikor együtt adtunk volna hálát, és ez a mai alkalom ilyen, polgármester asszony jóvoltából az asztalunkon van egy kenyér, majd arra fogom kérni, hogy mondjon erről néhány dolgot, de úgy látom, hogy ez a magyarok kenyere, de majd akkor ezt tőle fogjuk meghallani. Ha már elmondta elnézést, akkor tudja a gyülekezet. Én Kálmán testvéremet kértem meg egy szolgálatra a felsőtárkányi gyülekezetből, és jó volt Isten igéjét hallgatni. Szeretnénk még, ha közösen énekelnénk, lesznek még énekek, és közösen úrvacsoráznánk, előtte majd én is mondanék egy imádságot, úrvacsoraosztás előtt, és bátorítok mindenkit, hogy úrvacsorázni nem csak reformátusoknak lehet, talán nem is hangzott, aki bűneit bánja és őszinte szívvel közeledik, azt mi emberek nem is akarjuk és nem is küldhetjük el, tehát aki úgy érzi, akit Isten szent lelke indít, kellő felkészülés után jöjjön majd az úrasztalához. Nem tudom, hogy megvan-e vágva a kenyér, ennyi technikai információval nem rendelkezek, de hogyha nincs, akkor majd én ezt a dolgot átadnám másnak, de úgy látom, hogy van is vágva ebből, és ez pedig szétosztásra kerülne, tehát ugye a nagy kenyér, hát majd erre akkor meg fogok kérni, hogy olyan
alkalmas személy, polgármester asszony, hívást, és akkor ő majd ezt szét fogja osztani. Szeretném egy olyan éneket elénekelni testvérek, és itt az igehirdetés kapcsán eszembe jutott az én gyerekkori kedvenc énekem, Jézus, te égi szép tündöklő fényű név. Ha van hozzá kíséret, akkor azzal, Józsi bácsi, megkérhetünk arra, hogy kíséred ezt nekünk, vagy gitárral csaváljuk, úgyhogy keressük meg az énekes könyvet, testvérek, a számát mindjárt fogom mondani, tehát ebbe az énekes. Ülés az ég, asztalunknál összeér, tiltünk le pihet, ez a bor és a kenyér. Istennek szent lelke, szállj le mireánk, és szent igén és sákramentumod által vezessel minket az élő Krisztussal való élő közösségre. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Csendesedjünk el testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, alázattal és szívünk imádatával hajtjuk meg előtted fejeinket, és leborulunk a te felséges színed előtt, hogy hálával megköszönjük ezt a mai délutánt. Megköszönjük, hogy különböző felekezet tagjaiként összekapcsol bennünket a lelki táplálék, a lelki kenyér, és amikor megszegjük közösen ezt az asztalon lévő kenyeret, akkor a Szentlélek Isten, ami figyelmünket arra az egyedüli táplálóra és örök életre megtartó lelki kenyérre irányítja, aki mindannyiunk igazi és valós lelki tápláléka. Köszönjük, édesatyánk, hogy most az úrvacsorak sákramentuma is a Golgotai kereszthez vezethet. Ott, ahol megtöretett az Úr Jézus Krisztus teste. Tekintsünk most lélekben a tövis koronás Urunkra, a
aki elszenvedte bűneink büntetését, aki halálával meggyőzte a halált. Ő az élet fejedelme, aki az ő szent asztalánál megtöretett teste és kiontott vére jegyeivel táplál mindnyájunkat. Ez a falat kenyér és ez a kort ital, miközben bűneink bocsánatát és az örök életet hirdeti nekünk, rendet teremt bennünk és köztünk, és összehoz bennünket. Egy szívvel és egy szájjal dicsérhetjük a mi Urunkat. És ez a szent asztal, és a rajta lévő kenyér és bor arra tanít bennünket, hogy mi nem a halál rokonai vagyunk, ahogy a költőnk is írja, hanem gondviselő jó Istenünk megváltott gyermekei, és szerelmes Krisztusunk örökös társai. Urunk, áld meg ezt az alkalmat, nyitogasd a szíveinket, és köszönjük a hirdetett igét. Add, hogy most a látható ige jegyeivel is tápláltassék a mi testünk és lelkünk. Hallgass meg, édesatyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És biztos, hogy közösen is kell dolgoznunk az emberek üdvözítését. Mégis másképp alakult az idő folyamán az életünk. Az örökség, amit Jézus Krisztus ránk hagyott, az áldozat és az ige, az valahogy talán még most sem találkozott olyan könnyen össze, ezért nekünk katolikusoknak, akik az áldozattal élünk, nehezebb megszólalni és nehezebb beszélni arról, hogy mit jelent a számunkra az, hogy az áldozatban élünk. Így köszöntem ezekkel a gondolatokkal, hogy hálás szívvel hallgattam, igaz csak a végén, nagy tiszteletű úr szavait, amelyel szépen méltatta és kérte az áldást, hogy ne legyen hiába a mi életünkön, és én sem tudok ennél sem szebbet, sem jobbat, és nem is kell, hogy szóljak, hiszen az áldás, ha velünk van, akkor, ahogy hallottam is, kicsoda ellen. Sokszor érezhetjük, hogy kevesen vagyunk, hogy kicsik vagyunk, hogy nehéz a közösséget építeni. És sokszor érezzük azt, hogy beszélgetve emberekkel látunk hitet. Látom, hogy az emberek valamilyen formában mégis megverik a hitet az életükben, és mennyire nehéz ezt közösségé szervezni. Hogy a hit, ami bennünk él, a közösségben is megvalósuljon, és segítse a mi életünket. Ezek lennének azok a gondolatok, amelyeket szerettem volna a közösségért, a közös közösségért elmondani. És Isten áldását kérem erre a falura, erre a közösségre, és mindenkire, aki dolgozik benne. Szintjénység van. Dicsőítő csoport szolgálat következik. Bízom hát, sőt, én nem félek soha.
mégis nem az üres padot látjuk itt, és akkor hát hálaadásra gyűltünk össze. A mennyei édesatyának megköszönjük az új kenyeret, aztán ugye, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a kenyér hova jutott el a búza szentől. Már elmondtam azt a kis versemet fent a katolikus templomba, de ha esetleg kívánja valaki, elmondom még egyszer, mert nekem az a kenyérnek a mi atyánkja. Mert a Jóisten azért adta, hogy táplálja velünk a testünket, és adta Jézus Krisztus a lelki táplálásként. Csak sajnos a mai világban már ugyanoda jutottunk a kenyérrel, mint annak idején Jézus. Mert őt is megostorozták, aztán nem becsülték. Hát most valahol ott tart a világ, hogy bizony a kenyeret se becsüljük. Én nekem nagyon, de nagyon pacsorodik a szívem. Imádság kor szelleme ellen. Ebben megtalálhatjuk, amiről most beszéltünk. A predikátorok is, a tiszteletes úr is, mindenki, hogy valóban itt tartunk. Uram, ebben az okos korban ne engedd, hogy a puszta szó elnémítsa a te szent ígédet. És ebben a jó lakott korban ne engedd meg, hogy éhen halljunk. Táplálj bennünket mennyei eredellel, hogy pusztulásban ne zuhanjunk. És ebben a jéghideg korban hagyd nékünk lángoló szívet, hogy a szereteted melegét árassza, aki a földön, a tiéd. És Uram, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nékünk, és légy a mi erőnk te magad, ha lankadunk, ha elcsüketünk. És hát még elmondom a hajtott a szívéből, és a halál újabb halál követ. A kaszasugonás, a cséplőkén, a nehéz malomkő, az eljelés és a tűzfajban. És íme most fehér kenyér az asztal. A fájdalmak útján feljutott a koponyák hegyének asztalára. És most vár bennünket a megszegett kenyér. És mi éhező, kinyújtjuk érte fáradt kezünk. És új erő, új életet nyerünk. Isten áldásához. És mi közösen mondjuk már meg, még mielőtt erre sor kerül, még a testvéreket megkértem egy záró énekre, és akkor most a köszönet szavai jöjjenek, bár amikor ide jövök, mindig azt érzem, hogy... Thank you.